A tíz szféra tanulmányából olvasunk, 6. kötet, 16. rész, mondják az oldalszámot héberül, a Bia három világa, 133-as pont, a kabatévén keresztül kérdéseket föltenni, megfelelkezés a főleszettével lesz a során 10 szféra tanulmánya, 6-os kötet, 16-os fejezet. Dari szavai, minden olvasunk. És mielőtt elkezdenénk tanulni, az embernek valóban erőt kell kérnie a Teremtőtől a tanuláshoz, tehát még a tanulás előtt mondja rab, kívánnunk kell az, hogy elérjük az erőt, az adakozásnak az erejét, a szándékot, az adakozás szándékát. Ez az, amit mi akarunk, ez a vágy. Ez a tanulás vágyának a végeredmények, semmi más sem pedig irányulja a tanulás, mint erre. Tehát amit olvasunk, az befelsől engem, az, hogy mit értek meg vele, mit nem értek belőle, ez lényegtelen. A reformáló fény az, ami befolyásol engem, és ragyog rajta menni. Tehát nem az okos tanul, tehát nekünk egy illuminációt kell kapni ebből, és erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjünk ezzel, és hogy megértsük pontosan, mi történik. Miért? Annak érdeke, hogy a reformáló fényt magunkra vonjuk. Ez az, ami az egész tanulás alatt, a lecke alatt irányba rak bennünket. A szándék nélkül csak bölcselkedést tanulok, azaz a nemzetek tudását próbálom megszerezni a Tóra, valóban reformáló fény mi a Tóra, amely befolyásolja engem a tanulás során a kabala könyveken keresztül rajta. 130-as pont, Ari szavai. És itt lejelik az életnek a titka és a bőségnek a titka. Ez a titka annak az ételnek, amiről a szöveg beszél, amit Sejrának nevezünk, ez az a dolog, ami Jecirában és Asziában azonos módon van képítve, de a Jecirában jobban, mint az Asziában a beöltözés adja meg ezt az erőt, még egyszer 133-as pont. A titka az életnek és a felső bőségnek, az ételnek a titka, amely a Sérában van, a szóban rejlik. A Jecir és az Asszia ilyen szempontból egy, de a Jecirában jobban megjelenik, mint az Asziában, ez pedig az ő ráöltözésének a titka. 134. És a dolognak a lényege, hogy a ráöltözés titka az abból a titóból akkor, hogy a Jecira az egy újabb világra öltözik rá, amely az Asszia világa, és ez a Jecira világát elrejtve tartalmazza az Asszia, hiszen minden alacsonyabb szint úgy tekinthető, hogy a felsőnek egy elfedése, ezért a Jecire elfedi a Briát, és így tovább. És a ráöltözések titka az Asszia világnak az edényében is megnyilvánul, az Acmútól soha nem nyilvánul meg közvetlen módon. Még egyszer. Tehát a ráöltözésnek a titka az valóban azt jelzi, hogy van egy másik világ, amelyik elfedi a Jecirát, az az Asszia, amely pedig elfedi ez a Jecirát, hogy tanuljuk, mert minden alsó szint úgy tekintető, hogy elrejti a felsőt, azaz a Jecira elfedi a Briát, az Asszia pedig a Jecirát, és ilyen módon a ráöltözésnek a titka, az valóban az edény, az Asszia edénynek a megnyilvánulásában rejlik, amelyben nem tud megnyilvánulni az Acmútó, amely felülről teljes mértékben van rejtve. 134-es fény. A ráöltözés jelzi, hogy van még egy világ, amelyik elfedi a Jecirát előlünk, azaz, mivel valóban elmagyaráztuk felül, hogy még a Gadlut állapotában, a Bia Gadlut állapotában is, amikor fel akar emelkedni a Bia az Acilluthoz, ahol állapotban vannak, ahogy ezt említettük az előző pontban, és a jelentés ennek az, hogy mivel nincsenek belső vizsgálatok a Garde Hayának a megvizsgálására, mivel az Abaveima el van rejtve, a belső Abaveima, hogy képes vagyunk a Nikodimokat használni,
Az Adam Kadmonnak a fénye 6000 év alatt terjed ki, ez pedig a Magde hájában kezd először megnyilvánulni, amikor Jetszira felemelkedik az Aciluthoz, és megkapja a Mohindab, az Abnak a mohinjait, azok, ezek nem ráöltöznek, hanem a tabur felett maradnak, mivel ezek mindig inverz viszonyban vannak az edénnyel, hiszen a fényes az edény ellentétes állapotban van, és a fény először a legtisztább edénybe lép be, a legkisebb fény. És ezért, mivel a Jecira az nem kap semmit, csak a Hagat Nehiden Mohindábot, ez a Habat Hagatra öltözik rá a parcóban belül, a Nehi pedig üresen marad. És annak érdekében, hogy az ember meg tudja érezni a Jecirának a Nehi, üres Nehi részét, magunkra kell mondani a Mohindábot, és ahhoz pedig kell egy befedettség, hogy ezt a parcofot érzékeljük, és az Asziában már megvan az Ahoram Bajtának a kollekciója, amely a Nukvája a felső Zerampinnak, és ezért az Asszia világa egy fedővé válik, egy fedő függönnyé a Jecira elrejtésére, azaz a Nehidei Jecirának az elrejtésére. Ők ugyanazt a kollekciót kapják meg az Ahoram Bajta által, amit az Asszia megkap, ugyanezt kapja majd a Jecira, és ezért, amikor ők a Parsa alázó annak a házétól lefele, ki fog derülni, hogy itt nincsen semmilyen mohin, amelyre erre irányulna. Ez elvesztette a rost, a fejet, és egyszerűen arra van szükség, hogy a klipák valóban ne tudják megragadni az ő Ahoraim részét, az ő nehiét, és ezért az Asszia világának valóban egy ráöltözésben kell megnyilvánulnia a Jecira világa felett, és ilyen módon az Ahorahor kollekciója az Asszián keresztül ragyog, és ez a Nehide Jecirát is távol fenntartja, és ezt tudja majd kiemelni őt a klipotból. Tehát mondja Rav, képesek vagyunk fenntartani a szándékot? Képesek vagyunk ez, Rav? Tehát arra kérdeztem, tehát nyilvánvalóan mi az érzelmi alapon tanuljuk ezeket a cikkeket, nem? Akkor mi van, magyarabb? Na, de ráfanálfényel kapcsolatunk van ragyog, ezt is tanuljuk. De a cikk az érzelmekhez kapcsolódik, akkor hiszen a tanulás az nagyon értelm, intelligencia alapon áll. Tehát az érzelmek nem szeretnék a hókusz-fókuszába belemenni, csak szeretném megérteni, hogy tudom ezt az érzelmekhez kapcsolni, Rav. Amikor én tanulok valamit, mondjuk a ptihát, vagy valami mást, ilyesmit, ez valóban a bölcsességről szól, de én reformálom, félre kell, hogy fókuszáljak, ami úgy tűnik a számomra, hogy ez egy érzelmi dolog, amelyben meg kell találni a saját belső érzelmeimet. Az én valóságérzékelésemben nyilvánvalóan érzelmeket fog megtalálni, és itt pedig az intellektusról beszélünk, mit tudunk akkor tenni? Tehát lehet, hogy mások is azt nézik, amit te kérdeztél, mondja Rav, de a válaszom ennyi. Meg kell próbálni, mindenek előtt igazatok van, persze. Tehát igaz, hogy itt először arra kell gondolnunk, hogy mi van leírva, és ez egy intellektuális munka elsősorban. Amikor nyilván nekünk az érzelmi erőfeszítéseket kell aktiválnunk, akkor hol van az a fény, ami korrigál engem, semmihez kapcsolódnak kell, ami teljes egészében leválasztott engem az intellektusról, vagy más oldalról nyilván nem tudok a kettőt fenntartani, hiszen a spiritásban a kettő együtt jön, mert az érzelem, nyilvánvalóan az értelem az másodlagos az érzelmmel szemben. Mi kell akkor tennünk? Meg kell kísérelnünk valóban abban az állapotban lenni, amiről itt szó van. Tehát én nekem meg kell kísérelnem érzelmileg belefoglaltatni arról, amiről beszélünk. Ez az állapot, ami világunknak az állapota. Én nem tudom, hogy nevezzem a Briát, Jecirát, Asziát. Ezeket föl kell menni az Acilutóhoz, a Parsa fölötti területekre, ahonnan lezuhantak a Parsa alá, hogy már tanuljuk, hogy mi történt ezekkel. És az Asszia világában megjelenek az edények, amelyek tudnak hokmafényt kapni, vagy nem tudnak. Miért? Mert az Asszia világa valóban a Parsa alatt van.
Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy valami fajta protekciót, egy rendszert alkossunk, amelyen keresztül a hokmát nem lehet direkt megszerezni. Nekünk le kell fednünk az Aszia világát, hiszen az Aszia világa valójában az ez egy fajta fedőgyárt, a fölötte lévő világokat elrejti előlünk, tehát a fény nem tud rajta átutolni közvetlen módon. Az Aszia egyébként a cselekvés világa, ugye? Tehát itt van egyfajta protektív védelmi mechanizmus, amelyik távol tart a magasabb rendű világokat, elrejti és beöltözteti. Ezek terminológiák, fogalmak, csak ezek a beöltözések. Nevekkel jelöljük azt, hogy a vágy, hogy öltözik be. A kabbalisták adtak a neveket annak megfelelően, mit éreztek, amit láttak. Ha mi megkísérlünk valóban, izgatottságot szerezni abból, amit tanulunk, hogy valóban belül érezzük a mozgató erőt, akkor egyszerűbb lesz a számunkra minden, mivel a szív az, ami megért. Tehát ezt érezhetjük a 155-ös pontjában a 10 fel a tanulmányának, hogy valóban a sóvárgásban érhetjük meg, hogy hogyan lehetünk a reformáló fénnyel kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy vágyunk a megértésére, nyilván a szívért meg. Tehát nekem éreznem kell belül, hogy mi történik, és akkor a reformáló fény jön, és akkor a körülő fényel kezd dolgozni. Tehát amikor olvassuk a tesztet, nekünk akarni kell érezni a szívet, és amennyire lehetséges, én értelek, hogy nem tudod megcsinálni, hát nyilvánvalóan ez világos a számomra. Több ezer éven keresztül, hogy nem tudjuk ezt önmagunkban érezni, de később majd ez mind előnyösre vált, amire beszélünk. Oké, na de mi más van ebben a munkában még? Lehet, hogy ez túl sok felkészülést igényel, hogy a tanulás előtt valóban elkezdjük érezni, hogy egyfajta együttlétben vagyunk, ahol érezzük mindenkit, hogy mindenki más a vállán, vagy valóban együtt tanulunk, együtt sóvárgunk annak érdekében, hogy abban a gondolat tudjunk lenni, hogy együtt, még nem kapcsolódunk teljes mérésben össze, ez kizárólag csak a felső erő tud bennünket összekapcsolni, tehát hogy az, ami még nem történt meg, az csak így tud megtörténni, lépésről lépésre. Tehát amikor valóban meg tudjuk ragadni a helyes hozzáállás a tanuláshoz, akkor láthatjuk, hogy ez annyira nem is nehéz. Tehát minden, ami történik, az egy irányba mutat, hogy vagyok én, a barátok, a csoport, a világ, amely olyan óriási, ez nem csak a Biné Baruch, amit mi látunk, válaszolom, írt erről, hogy mit, hogyan kell tanulnunk annak érdekében, hogy valóban megérezzük a teremtő, hogy jelenik meg a mi kollektív edényünkben. Tehát ez mind egyben kapcsolódik össze, meg kell próbálnunk nyilván érzékelni látszólag, hogy ebben vagyunk. Tehát nekünk az érzelmeket kell aktiválni jobban, mint az értelmet, hiszen a szívnek kell előbb-utóbb megérteni. A körülő fény a szíven dolgozik, nem az értelmem. Következő. 135-ös pont Ari szavai. És bár két fény van a Jecirában, az első az életnek a fénye a Jecira számára, a második fény pedig az életet adja az Aszia részére, amely elfedi az előzőt, és ez a Shera Sutta nevű fény, mert az Aszia lekapcsolja a világ mindenek közül, nyilvánvalóan ő fedi el a többi világot, ezért csak a Shera érzéket adja számára, amely életet ad, és ételt is az Aszia számára. Még egyszer, 135-ös pont. Két fény van a Jecirában. Az első, amely életet ad Jecirának magának, a második, amely életet ad az Asziának, azért, hogy az a fedés meg tudja valósítani. Ez a Shera Sutta. Az Aszia, amely a legalacsonyabb világ mindenek között,
Nincs alacsonyabb rendű világ, hogy őt elfedje. Ezért csak sára van benne, amely élet és kaja, az Asszia belső világa számára minden beöltözés nélkül. A Jecira, ugye, amely az de érdekes, hogy a Jecirából az Asziából árad a fény, ami érteti. Ez a Sheranak a lényege, amely a Siurin szóból származik, amikor a bal fölé kerekedik, ezt jelenti, mert az Acilutban minden egy teljes pacufából összeállva, és a Briában valami hiányzik, a Jecirában pedig még jobban hiányzik, az Asziában pedig egyáltalán nincs korrekció már, hanem kizárólag azt, ami a bal meghagyott az ő számára. Ez pedig nyilván egyetlen állapota a Gimel-Gimel állapotnak, a 3-3-ban, amikor az Ivúrnak a minőségei megjelennek, a megszületésnek a minőségei, mert a Zivu, amely valóban megfelelnek az állapotnak, az kizárólag annak felel meg, amikor az anyamének megfelelő fényt ad az adott világban a teremtő. Oké, tehát a Sirum a bal fölé kerekedik, szóval származik minden, mert az Acélodban minden, ami korrekcióra lép, az egy teljes parcuk, és a Bia világában valami hiányzik, a Jecirában pedig még jobban hiányzik valami. Azonban az Asziában nincsen korrekció, kivéve csak amikor a bal fölé kerekedő megad neki. Tehát látnunk kell egy a Gimel-Gimel állapota a működésnek, ami az Ivúr meg állapota. Mivel ennek az állapotnak csak ezt tud életet adni az alsó számára, az élet pedig valóban pontosan úgy nyilvánul meg, mint ahogy az embrió megkapja az életet az anyamében. Ez az, amit az Asszia csinál, mondja a Gimel-Gimel állapotban, a legkisebb értékű korrekcióban. 137-es pont. Ismert, hogy az első zivug a Zeránpint Aciruton. A fény, amikor az abban a Jecirából ragyogást kap, és ez életet ad a fiúnak az Onda Jecirában. Ez a Janika állapot, amely vak, szopás állapota, a második zivug pedig egy ragyogást ad az Abaveima de Asziában, ami annak érdekében tölték, hogy életet adjon az ő fiának az Onde Asziában, és ilyen módon a Gimel-Gimel kapcsolat megvalósul az Asziában, még egyszer olvassák ugyanezt. Tehát úgy találjuk, hogy az első zivug, ami a Zeranpin de Aciluban nyilvánul meg, ez ragyog az Abaveima de Jecirára, amely valóban életet ad a saját fiának, az Onde Jecirának, és megkülönösíti benne a Janika állapotot, amely vak. A második zivug pedig egy ragyogás az Abaveima de Asziában, amely valóban élet, amely keresztül az Onde Asszia megkapja a fényeket, amely az Ibur Gimel-Gimel állapotban. Rav. Hogyan, mondja Rav, hogyan nyilvánul meg a hozzáállás, az attitűd abban, amit érzünk. Tehát hol máshol nyilvánul meg ezt, mint a barátok növekvő kapcsolatában, mondja Rav. Vagy ebben semmit változást nem éreztek? Még nem, oké, mondja Rav. Oké. Ez annak az eredménye, hogy valóban az anyagot még mindig túl intellektuális módon próbáltuk megragadni. Tehát nekünk kell egy érzés, amely közelebb közünk kerülni ez az anyaghoz, mondja Rav. Ennek a válasza igen. Akkor kérdezem tőletek, hát miért nem arra figyeltek, hogy a többiek hogy érzik ezt? Tehát, más szóval mondja Rav, van egy érzelmi kapcsolat az anyag megértésére való próbálkozás között, és az edények, és általában az a saját edények között. Tehát mindenki egyfajta érzelmi benyomást tettnek a mindenből. Oké, 138. És megfelelően ennek a világnak, amit Sierának nevezünk, mondva van, volt, hogy Jákob, amely a bal fölé kezdik a jobbnak, ez az első a Gimel-Gimel állapotnak a megnyilvánulásában, és az, hogy a szentségben marad valami, az azt jelenti,
hogy a bal oldalon Jákob uralja a bal vonalat, ami azt jelenti, hogy Jákob valóban megragadja a klipákat, amelyek a nem tiszta klipákat, és az utolsó kezdetben leírtuk, hogy Jákobnak a neve, amely valójában a Mati Raglin a lábújaknál van. És hogyha emlékeztek, amit mondtunk nektek az utolsó kezdetben leírt titokban, amely valóban Jákobról szól, amely ez alapján megértjük a verset, ezek aranyak voltak a szavait, 138. Tehát ennek a világnak megfelelően, amit csinálunk nevezzük, ez azt jelenti, hogy Jákob az nem volt nem zsidó, hiszen valóban a Gimel állapotán volt a balvonal, és ez azt jelenti, hogy hogy a szentségbe tudunk lépni a Jákob erejekkel, amely valóban az Asszia világában ragadható meg, és az összes klipa és az összes idegen isten ilyen módon kiküszöbhető, és ez a titka annak, hogy Jákob valóban meg tudja őrizni a zsidó mi voltát, és ezáltal harcol a klipákkal, és ahogy mondtuk, már elmagyaráztuk az utolsó generáció című cikkben, hogy Jákobban maradni, ez azt jelenti, hogy nem tudom micsoda, a lábúj-lábúj magasságában van, és nem rosszabb állapotban, mint mihez képest. Oké, mondja rá. Orpnimi. Belső fény, 135-ös pont, tehát ezt fejtik ki bővebben, amit most hallottunk. A bal nyilván elutasítva, és a szentségben marad, ez azt jelenti, hogy Jákob fenntartja a kapcsolatot ezzel, Jákob pedig annak az eredete a klipákon keresztül nyilvánul meg, mert az utolsó generációt úgy is hívjuk, hogy Jákob emlékeztetője, a lábúj-lábújnál lévő lezónásra, mert Jákob pontosan a Jubakevet aktiválja, ami a 10 szikrát az Asszia világába visszaemeli, az Adam Kadmon tett magasságáig, és ez a 10 szikra, amit a körben tapasztalunk, ez a titka a kőszívnek, ahol nincsen semmilyen vizsgálati lehetőség a 6000 éven keresztül, mivel valóban itt a teljes malkut egy tökéletes edény képez a 7 halott király számára, mivel a malkut valóban az első megszólítása alatt van, a raglában elrejtve, ez egy pont, ugye erre emlékszünk, az acilutban, és egyáltalán nem képes használni magát az alsó világ számára, nincs benne zivug, és ezért nincsen olyan valóság, amelyben ez a 132 szikra valóban megvizsgálható és kiválasztható lenne, és ezek teljes egészében a klipák fogságába estek a 6000 év során. És ez jelenti azt, hogy a bal a szentségben tovább lép, hogy végsősorban minden vizsgálat, amit elvégzünk a világban, az így nyilvánul meg, ezt nevezzük úgy, hogy Jákobot Jákobot Asszijába maradt, ez pedig a titka annak, hogy Jákob miért maradott, miközben ő zsidó, mert ilyen módon ők nem tudja megragadni a klipa, és ez a jelentése annak, hogy az utolsó generáció, mert a Messiás hegye a korrekció végén valóban alkalmasra teszi azt, hogy a Radla föltáruljon, és a Malkut valóban az megszólításból kikerülve a Jehida szintjében elkezdjen ragyogni, amely a titka annak, hogy a Messiás megnyilvánul, és a bal valóban megvizsgálható válik, és a teljes második megszólítás el lesz törölve, és a Biavarok, hogy visszatérnek az Acilúthoz, mivel a Raglime, a lábójak és az összes parcufi az Acilútnak ki tudnak terjedni egyforma módon az Adam Kadmon lábújának a mélységéig. Ez jelentése annak, hogy a Raglim állapotában lesznek, az Acilútnak a lábújai azonos mélységben lesznek az Adam Kadmonnal, és mind a kettő leír eddig a világig, és ahogy mondva van, az Acilut valóban ki tud terjedni majd a kapnakarás mélységéig, és itt egy korrekció fog megtörténni, és összes vágy hirtelen összeolvad, és az Acilut világa elkezd ragyogni. Ugye, tehát az Adam Kadmon világ egyesül az Aciluttal, azért ez a végső korrekció, barátaim. Nincsen már időnk arra, hogy kérdezzünk, mondja Rav, a szövegről. Kérdeztek valamit? Mit jelent az Acilut leereszteni a mélységbe? Ez a korrekciója lesz a klipáknak, mondja Rav. Az Acilut összes világgal leterjed egészen eddig a világig, az összes világ valóban az Acilutban van belefoglalva, és az összes kagyló is az Acilutban van, de ezek most korrigálva lesznek.
Tehát alapvetően az Ensof világa, és az Acélos világa összeolva. De hogy történt ez meg? Tehát mi okozza a korrekciót? Most nem veszünk arra, mi okozza, még a felső fény okozza, maradjuk ebbe. A felső fény korrigál minden vágyat, a teljes klipát. Tehát, hogy ezek mind összekapcsolódjanak a biavilágain keresztül az acilutig, és valóban ilyen módon felemelkedjenek az acilluthoz, és akkor a fény kiterjed alulra, az összes klipába, és akkor egy összeolvadás jön létre a vágyak között. Egy hatalmas összeolvadás, ezt nevezzük úgy, hogy az ő lábai lenyúlnak az olivák hegyeig, tehát valóban a megszerzési vágy nyilvánzalkozás érdekében kezdve megnyilvánulni. Ez így van. Oké, mondja, menünk el a lecke következő részére, de előtte énekeljünk egy dalt. זכיר לכם על אהבת חברים אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו זכור זכיר לכם על אהבת חברים בזה תלוי זכות הקיום שלנו אז תתנו לב לחשוב מחשבות לקשר לבכם בלב אחד ממש אז תתנו לב להמציא המצאות לקשר לבכם בלב אחד ממש או או לקשר איתכם בלב אחד ממש